Jó napot kívánok, Andó Mátyás vagyok. Ma a csúcssugár kompenzációval fogunk foglalkozni, amivel már elérjük azt a szintet, amikor tényleg tudunk valamilyen alkatrészt leprogramozni. Lehetséges az a probléma, hogy programozunk egy 500 mm-es letörést, de nem jelenik meg az alkatrészen, kiavítjuk azt a sort 500 mm-es sugárra, de az sem lesz rajta az alkatrészen. De ha mind a két sort átírjuk 5/10-re, akkor mind a két esetben mind a letörés, mind pedig a lekerekítés megjelenik az alkatrészen. Nyilván szintetikai szempontból ez lehetetlen, de ha visszaírjuk újra 5/100-ra, tehát beírunk egy plusz nullát, akkor megint eltűnik az alkatrészről. Nyilván nem arról van szó, hogy látjuk vagy nem látjuk, hanem fizikailag nem lesz rajta az alkatrészen. Miért van ez a jelenség? Ez a jelenség nagyon röviden és tömören azért van, mert mi mindig a lapka elméleti csúcsát programozzuk, és az elméleti csúcs az nincs is a lapka felszínén rajta. Tehát amikor bemérjük a szerszámot X és Z irányba, akkor tulajdonképpen ezt a vonatkoztatási pontot jelöljük ki minden esetben. Ez azért van, mert objektívan így tudjuk bemérni a szerszámot, viszont ezzel akkor foglalkoznunk kell azokban esetekben, amikor valamilyen hatást okoz az, hogy a szerszám bemérése valójában nem a lapka fizikai pontját jelenti. Mikor okozhat ez problémát? Nézzünk egy egyszerű alkatrészt, egy lépcsős tengelyt. Lépcsős tengely esetén ez a csúcsugár két esetben jelenik problémaként meg. Egyrészt, amikor középen homlokot esztergáltunk, akkor itt rajta marad egy anyagtöblet, illetve amikor a sarokba bementünk, akkor is ott marad egy anyagtöblet, amit nem tudunk eltávolítani. Minden egyéb mozgásnál, tehát az egyenes vonalú mozgásnál, merőlegesen a tengerre, illetve a tengellyel párhuzamosan szépen ki tudjuk alakítani a felületeket, amit mi meghatároztunk. Tehát ezzel a kettővel kell számolnunk ennél az egyszerű alkatrésznél. Meg kell, hogy mondjam, egyébként az, hogy itt van egy rádiusz, az főleg forgó rendszereknél egy hasznos dolog, ugyanis nem éles sarok lesz, hogyha nem lesz éles sarok, akkor a repedések itt kevésbé tudnak kialakulni. Figyelembe véve azt, hogy mindig a lehető legnagyobb rádiuszú lapkával dolgozunk, amikor ez lehetséges, akkor ezek szép nagy rádiuszok is lehetnek, ami biztos, hogy jó kifáradás szempontjából. Azért nem mindig ez a helyzet, mert lehet, hogy szerelés miatt nem engedhetünk meg akkor a rádiuszokat, illetve a legritkább esetben szoktuk szeretni, hogyha a homlok felületen nem síkunk van, hanem van egy ilyen kitüremkedés rajta. A kitüremkedést nagyon egyszerűen el tudjuk tüntetni. Egyszerűen, amikor simítunk a homlok felületen, akkor nem x nulláig programozzuk a szerszámunkat, hanem egy lapka sugárnyival lejjebb, hogy ez a pontja kerüljön közép a forgási tengelyre, tulajdonképpen ezzel az egész alkatrész homlok felületét meg tudjuk munkálni. Ne felejtsük el, hogyha diamon programozásban vagyunk, és mondjuk ez egy 0,4-es lapka, ugye az 4 mm-t jelent, akkor nekem azt kell írnom, hogy mínusz 0,8 mm, tehát az lesz a végpontom a simításnál. Ezzel tulajdonképpen akkor ezt a hibát meg is szüntettük. Itt látható a ábra, lejjebb programoztam, eltűnik a piros rész, készen van az alkatrész, ezzel továbbra sem tudunk semmit csinálni, de örülünk neki, hogy ott van a legtöbb esetben. Mi van akkor, hogyha ívünk van? Ha van egy alkatrészem, és az eddigi módon programozom, tehát innentől idáig tart az ív, és ezt programozom le, mint eddig, akkor valójában nekem az alkatrészem a pirossal jelölt vonal mentén fog létrejönni, tehát látszik, hogy lesz itt egy anyagtöbletem, amit nem távolítottam el. Nézzük meg, íme a bizonyíték rá, tehát hogyha valaki ezt megnézte, akkor az elméleti pontot programozva valóban egy ilyen ívünk jön létre. Itt van
bemutatva részletesebben, hogy miért. Ugye amikor ide állok a lapkával, az azt jelenti, hogy valójában a forgácsolási pontom itt van, tehát ez egy egyenes szakasz lesz. Amikor itt állok meg a lapkával, akkor valójában én csak eddig forgácsoltam, innentől megyek tovább egyenesen, tehát a következő mozgásnál fogom kialakítani ezt az egyenes szakaszt, és a kettő között valamilyen felület jön létre, és az a valamilyen felület úgy jön létre, hogy a érintkezési pont, a lapka éppen forgácsoló érintkezési pontja, az szépen folyamatosan átjön erre a területre. Tehát, hogyha ide mondjuk köztes állapotba bejelölöm a lapkát, akkor lehet látni, hogy ez lesz az érintkezési pont, és akkor ebből matematikailag kéne kiszámolni és bizonyítani, hogy milyen felületet kapok itt. Most attól nyilván, aki matematikailag, nehogy nyilván gépészmérnöki kapcsán mindenki ezt matematikailag tudná bizonyítani, de ettől most gyorsan eltekintek. Rajzoltam egy, pontosabban az egyik hallgató rajzolt egy szemléletes példát, ahol az egyes pontokat összekötötte különböző színű vonalakkal. Azt tudni kell, hogy mivel a szerszám merevtest minden pontja ugyanazon ív mentén mozdul el, amikor én programozom, és ez még igaz az a külső pontra is, ami fizikailag nem kapcsolódik a darabhoz, de a vonatkoztatási rendszer elméletileg merevnek tekinthető, vagyis minden ábrán látható vonal ugyanazt a körívet szemlélteti, csak mivel említettem, hogy a forgácsolási érintkezési pont erről a ponttól átalakul erre a pontra, ugye itt ebben az esetben, amikor itt áll a szerszám, ez a pont nem forgácsol, de amikor megérkezik a végpontra, ez a pont fog forgácsolni. Lehet látni, hogy egyébként ezeknek az íveknek a burkoló felületét fogjuk meghatározni. Egyébként nagy mázlink van, mert ez a matematikailag ez is egy rádiusz lesz, tehát ilyen szempontból a nagy rádiusz helyett egy kisebb rádiuszt fogunk csinálni. Ha ezt tudjuk és belátjuk, vagy grafikailag, vagy matematikailag, akkor utána nincs más hátra, mint ki kell számolni azt, hogy mennyivel nagyobb rádiuszt programozzunk, ahhoz, hogy az eredeti kívánt rádiuszunk jelenjen meg az alkatrészen. Tudunk már két sarokpontot viszonylag egyszerűen. Ugye az, hogy amikor én el akarom kezdeni a rádiuszt, mondjuk ezt a rádiuszívet, akkor nem a elméleti csúcsponttal, hanem a lapka érintkező részével kell megállnom. Ha a lapka csúcsugára kis r, akkor ez a A ponthoz képest meg kell állnom, hogy a átmérő jellegi programozás miatt A átmérőből le kell vonnom a két R-t, tehát a kétszer a lapka csúcsugarát. Azt is tudom, hogy a szerszámom, amikor befejezi az ívet, akkor valójában itt fog befejeződni az ívem, nem pedig itt. Tehát Z irányba is, hogy itt volt a nullám, akkor ugye a rádiusznyival, a kívánt rádiusszal, illetve a lapka csúcsugarával tovább kell mennem. Hát lehet, hogy ez helyesebb lett volna a mínusz Z-vel felírnom, de a lényeget nem változtat, tehát abszolút értékbe hozzá kell adnom a csúcsugarat. A átmérőbe pedig ez a pontom az A ponthoz képest a nagy sugaram, ugye mivel átmérőbe programozom, kétszer kell hozzáadni, ezért lett az X A plusz 2R, a Z pedig, még egyszer mondom, inkább mínusz R plusz kis R, és utána a CR egyenlő R plusz R sugarat kell programoznom, hiszen az elméleti sugár, amit programoznom kell, hogy megkapjam a valós igényelt sugaromat, ugye ezzel a két pont közötti távolsággal kell arányosnak lenni, és az 90 foknál a pont a kis rádiusz, meg a igényelt rádiuszom. Ilyen egyszerű a korrekció, innentől kezdve tényleg tudunk valós alkatrészt programozni ívek esetén is. Ennek megfelelően itt a következő feladat.
viszonylag egyszerű alkatrész, itt vannak a jellemző pontok, hogy miket várok el, és akkor legyenek szívesek most már úgy leprogramozni, hogy tényleg lefusson a program, és tényleg valós geometriában azt kapjam, amit igénylek. Ez 0,8-as lapkánk van, tehát a csúcsukert kompenzációt ennek megfelelően számolják. Ha sikerült, itt ellenőrizhetik a megoldást, és mehetünk tovább ferde felületekre. Ugye, mint mondtam, a tengelyre merőleges és a tengelyre párhuzamos mozgásokkal nincsen problémánk, viszont a ferde szögekbe álló felületekkel van problémánk. Kicsit analógia, mint a sugárral látottak. Ha innentől idáig programozom a letörésemet, valójában, mivel ezek a lapkán kívüleső pontot programozok, de amikor ez érintőbe végigmegy a darabon, akkor tulajdonképpen ez a szaggatott vonal fog kialakulni, tehát lehet látni, hogy a letörésem is kisebb lesz valamennyivel. Ez a valamennyi nyilvánvalóan erősen fog függeni a szögtől, és megint csak a lapka csúcsugárától. Mit kell csinálnom ahhoz, hogy jó letörést kapjak? Analógia megint csak a körív kapcsán. Egyszerűen úgy kell kezdenem a letörést, hogy kicsit korábban, ugye ez a kívánt él, ennek kell, a kívánt élnek kell érintőbe találkozni a lapkával, és akkor ki lehet számolni, hogy e pont helyett innentől kell elkezdeni, és így szépen végigmenve eddig a pontig kell leprogramoznom az alkatrészt, hogy valójában a valós letörést kapjam. Kirajzoltam ezt a kőkemény matematikai problémát, tulajdonképpen van egy érintő köröm, ez érinti ezt a felületet is, ugye van közötte egy szög, és ezt az x vesző távolságot keresem. Ha megint ezt matematikailag levezetik, akkor előbb-utóbb meg kell kapniuk ezeket a képleteket. Ugye középiskolás geometria, azt azért meg kell, hogy mondjam, kis gyakorlásnak jó. Ugye, ha ez alfaszög, akkor ez is alfaszög, és akkor szépen a felírt képletek alapján számolható ez az x-vesző távolság sugárirányba, azt majd amikor beírják, akkor ugye ennek a kettőszörösét kell venni. Z irányba egy kicsit más a képlet. Itt viszont figyelni kell arra, hogy az Z irányba kiszámolt értéket nem kell megszorozni kettővel, mert jellemzően ebbe az irányba nem használunk átmérő jellegű programozást, mert nincs is értelme. Úgyhogy itt csak a sima Z-vesző értékkel kell majd korrekciózni az elméleti sarokpontomat. A általános szöghelyzetben találkozó felületek esetén, ugye az alfa, béta szögek, a jellemző szögek, ez a két, tehát az érintőkör a két felülethez képest, megint a jellemző kulcsmomentum az, hogy tudjuk, hogy ez alfa minusz béta, és hogyha ezt tudjuk, hogy alfa minusz béta, akkor már az x-vesző és a z-vesző is számolható, szintén megint középiskolás geometria alapján három szögekből ki lehet ezt operálni, hogy hogyan adódik ki. Úgyhogy ha valaki akarja ezeket a korrekciókat használni, akkor szépen ezt megcsinálhatja. Én azt javaslom, hogyha valaki végigrágja ezeket a korrekciókat, csináljon egy Excel táblát, ahol beüti az alapértéket. Mi lesz az alapértet? Eredeti koordináta adott esetben, csúcsugár, meg a szög, és akkor ki fogja dobni az Excel tábla élete további részébe, hogy egyébként mit kell programozni. Ezzel lényegesen meg lehet könnyíteni a további munkát. Itt van a következő gyakorlási feladat, most van egy letörésünk, 5x30 fok, akkor letörésünk, megint csak azt várom el, hogy akkor egy működőképes programot most már leírjanak ezeken a pontokon keresztül. Nyilván itt is csak a simítás a feladat, hogyha valaki ezt megcsinálta, akkor valami ilyesmi programot kell kapnia, ami leírja a kontúrt. Nyilvánvalóan ez a számítás nagyon szórakoztató, de jobb lenne ezt megint csak elkerülni, erre is van lehetőség.
Van lehetőség a szerszámgépen belül megmondani azt, hogy csúcssugár kompenzációt akarok használni, és akkor ő számolja ezeket a dolgokat. A G41, G42-vel tudom bekapcsolni a csúcssugár kompenzációt. G42 esetén az előtoráshoz képest az anyag a bal oldalon van, G41 esetén az előtoráshoz képest az anyag jobb oldalra helyezkedik. Ezt tudnia kell a gépnek, a G40-nel meg kikapcsolom a kompenzációt. A kompenzációt Siemens vezérlőnél csak G00, illetve G01-es soroknál lehet bekapcsolni, és a kontúr leírás annyiban módosul, hogy a kontúr leírás, hogy mondjuk az előgyártmányom innentől idáig tart, tehát én szépen leírom a kontúrt, előtte még egy rávezető kontúr és egy levezető kontúr szakaszt is csinálok, amivel a korrekciók aktívvá válnak. Hát mondjuk úgy, hogy Fanuc vezérlőn és még Siemens vezérlőn is azért néha-néha küzdök, hogy mi az optimális ráállás-leállás, azért, hogy ez jó legyen, de általában, ha a ráállás-leállásunk már jó, utána jól szokott működni a korrekció. Mindazáltal megjegyezném, hogy a Siemens vezérlőben, amikor leírták a kontúrt, és kontúrt nagyoltak, kontúrt simítottak, ott automatikusan be lett kapcsolva a csúcssugár kompenzáció, tehát az a szerencsés helyzet állt elő, hogy a belső ciklusokat használva nagyon jól működnek ezek a G41, G42-k, és nem is kell külön kontúrra állással, leállással foglalkozni. Mi az alapvető történet? Ugye mondjuk egy szerszámpálya G42-vel van egy programozott kontúrunk, és hogyha az szögbe meg rádiuszokba áll, akkor valójában, mint korábban bemutattam, a megmunkált fölött az ide adódik ki. Ezt a vezérlők úgy korrekciózzák, hogy nem a elméleti csúcspontot vezetik végig, hanem a pályát eltolják a csúcsugárral, és ezen az eltolt pályán vezetik végig a szerszámnak a középpontját, és ebbe az esetben azt a kontúrt kapjuk, amit mi le is programozzunk. Tehát ilyen szempontból még egyszer ez jól működik. Ezek alapján jön a következő feladat, G41, G42-vel, tehát csúcsugár kompenzációval programozzuk le ugyanazt az alkatrészt, amit előbb. És hogyha ezt sikerült megcsinálni, akkor nagyjából valami ilyesmi megoldást fognak kapni. Itt felhívnám a figyelmet arra, hogy a 08-as lapke esetén a kontúrleírást szintén úgy kell kezdeni, hogy a tengelyvonal alatt érjük el a darabot, mert így fog eltűnni a középen lévő anyagtöblet, illetve amikor kikapcsoljuk, azt egy olyan mozgással tegyük meg, amikor már eltávolodtunk a kontúrtól, és akkor ez jól fog működni. Mi lesz a szimuláció eredménye? Azt nézzük meg. Ugye az alkatrész kontúrját itt beprogramoztam, csak azért, hogy lássuk, ezek a nominális értékek, és gyakorlatilag, amikor egy csúcsugár kompenzációt bekapcsolunk, akkor a pályát eltolja, és szépen az eltolt pályát fogja kirajzolni, mint mozgási pálya, és ez egyébként jó is, csak ne felejtsék el, hogy ilyenkor rá kell képzelni a szerszámunkat, ami most egy kör reprezentál, és ugye ez a kör fog végighaladni a darabon, és ennek köszönhető az, hogy végül jó valós, vagy a rajzon lévő méretek fognak megjelenni a valós alkatrészeken is. De ez azzal jár, hogy a szimulációba minden jellemző pontot, amit hogyha rálagyítunk, le tudunk olvasni, minden egy csúcsugárnyival arrébb fog kerülni. Innen fogjuk egyébként azt is tudni, hogy a csúcsugár kompenzáció be van kapcsolva, hiszen a programozott értékekhez képest nem a exakt értékekre megy, hanem még egyszer egy csúcsugár kompenzációval, egy lapkasugárnyival el van tolva a kontúron. A
ha valójában egyébként ezt lefuttatják, akkor ezt fogják látni, tehát az eredeti kontúr nincsen berajzolva értelmszerűen a programba, tehát ennyit fognak látni, ezért érdemes megnézni a pontos koordinátákat, és akkor ebből vissza lehet következtetni, hogy akkor miért, vagy mi történt. Ennek megfelelően, hogyha kiveséztük, ugyanez a G41, G42-vel meg lehet csinálni ezt a feladatot is. Ha kiszámolták, akkor itt van a mintamegoldás, szintén, ahogy látszik, ebbe az esetben is tengelyvonal alatt kell kezdeni, és szépen el kell távolodni a darabtól, és az eltávolodás után tudjuk kikapcsolni a csúcsugár kompenzációt. Van azonban még egy momentum, hogy összehasonlítsuk a három programozási pályát, hogy mi történik. Van a névleges görbén, vagy a kontúron. Ahhoz képest megbeszéltük előbb, hogy a csúcsugárkompenzációs görbe az egy sugárnyival kijebb helyezkedik el, viszont ha valaki kézzel számolta a kompenzációt, akkor az ő pályája a névleges pályához képest beljebb fog elhelyezkedni, és lehet látni, szépen ide berajzoltam egy lapkát, mindegy, hogy melyik kompenzációt használjuk, mind a kettő esetben érintőre jön ki a történet, tehát hogyha kézzel számolom és az elméleti pontot programozom, vagy hogyha csúcsugár kompenzációt használom, mind a két esetben pont a jó kontúrt fogom megkapni, nyilván, hogyha el nem rontottam az adatbevitelt. Nyilván ez eléggé macerás, egyébként tegyük hozzá, sokat kell számolni, ezért a minden programnyelv igyekszik segítséget, egyszerűsítést adni. Itt szeretném bemutatni, hogy mondjuk egy sima letörést, vagy egy lekerekítést, ami főleg annyi, hogy ugye egyenlő értékkel szerepel, az hogyan lehet Siemensben megcsinálni. CHF, CHR, RND, ezek az értékek, amiket meg lehet adni. Ugye CHF az a letörés hossza, CHR az pedig az a letörés, ami mondjuk a rajzon is jellemzően megvan adva. Ezek a beszúrt kódok, ezek G41, G42-es kompenzációnál is működnek, tehát fogja tudni a vezérlő, hogy pontosan milyen letörés van, és azt ő úgy fogja kiszámolni. Mindig úgy kell megadni, hogy amelyik sorral végeznénk, ennél az elméleti méretnél, ide kell beírni azt, hogy a következő sor futtatásához kettő közé milyen letörés vagy lekerekítést tegyen. Ez egyszerűsítheti a program leírását. Próbálják meg ugyanazt az eddigi példát, a körívet most már nem körívként definiálni, hanem mondjuk egy ilyen átmenetként, éltompításként Siemens programnyelvbe leírni csúcsugárkompenzációval. Ha ez sikerült, akkor nagyjából egy ilyen leírást kell kapniuk, ami tényleg azt jelenti, hogy a rádiusz felületét, tehát amit eddig végpontokkal meg rádiusszal definiáltunk, egyszerűen az előző sorba, tehát kimarad az a sor, és az előző sorba egy RND egyenlő 5-tel kell helyettesíteni, és ezzel a program pontosan meg fogja adni ezt a kontúrt, ami nekem szükséges. Köszönöm szépen a figyelmet!